Köszöntöm nézőinket! Mai vendégem 1947-ben született. Kevesen tudják Lóra, de alapvetően klarinétos volt, ugyan tanult karvezetést is. 7 kórust jegyez eddigi élete során. 10 jelentősebb díj tulajdonosa, köztük a Liszt díjé és Szekszárdváros Pro Urbe díjáé. 11 lemezen működött eddig közde. A Magyar Érdemrend polgári tagozatának tulajdonosa, Jobbágy Valér, a Madrigál kórus vezetője. Köszöntöm. Miért hagyta abba a klarinétozást? A sors úgy hozta, hogy az első állásom az Debrecenben volt, klarinét tanárként. Aztán, amikor túlzott igényeket támasztottam a klarinétosokkal szemben, és sikerült minimálisra csökkenteni a tanszakot, akkor alkalmaztak a másik szakommal, a zeneelmélet szolfés tanárként is. Majd 3 év után Pécsre igazoltam vissza, majdnem azt mondom, hogy a szülővárosomba, pedig hát szülővárosom az egy falu volt, Csokonya Visonta. És oda már mind a két, ott már mind a két szakra igényt tartottak. Sőt, kórust is kaptam a karmaim közé. A klarinét tanítás lassan háttérbe szorult, és maradt az elméletokítás és a kórus. Majd 2 év múlva, 76-tól a pécsi tanárképző főiskolán, később tudományegyetemen egyre inkább csak a kórust és a karvezetést tartottam szem előtt. Még nem 88-tól a Zeneakadémián szintén a karvezetés és ahhoz kapcsolódó tárgyakat tanítottam. Ennyi elfoglaltság, és természetesen mellette a kórusok, ennyi elfoglaltság mellett sajnos nem maradt idő a klarinétra. Nem volt ez egy tudatos döntés, hanem a kényszer így hozta, hogy maradtam a kórus mellett. Nem bánja, hogy a szóló karrier, vagy egyáltalán a szóló karriert nem bánja? Szóló karrierről szó nem volt. A fúvósok közül, hát ha azt mondom, hogy 1% de hogy 1% sem éri el a szóló karriert. Maximum arról lehetett volna szó, hogy zenekarban játszak, de végül is én azt hiszem, hogy a kórus kapcsán annyi egyéb pluszt kaptam, hogy nincs mit bánni. Egyébként van otthon a szekrényben egy klarinétje? Van, de már nem tudnám használni. Nem, 30-40 éve nem szólaltattam meg, úgyhogy ennyi idő alatt egy fúvós elveszíti azt a készségét, hogy használni tudja. Sose érzett késztetést, hogy visszavegye? Az irodalom olyan hihetetlenül nagy, a zeneirodalom olyan hihetetlenül nagy, hogy nem lehet mindennel foglalkozni. Az előbb is említetted, de sokan mondják meg, hogy keménykezű. Hadvezér vagy munkatárs? Is. Azt hiszem, hogy igyekszem a magam elképzeléseit végigvinni, nem minden áron természetesen, tudomásul veszem az együttes teherbíró képességét, az együttes egyéb képességeit, de ugyanakkor azért ragaszkodom ahhoz, hogy azt a repertoárt, amit én legjobb meggyőződésem szerint jónak tartok, azt elfogadtassam a kollégákkal. De azért úgy érzem, hogy kollégáknak tekintem őket, még a legkeményebb megpróbáltatások között is. Maximalista? Én nekem az a dolgom, hogy zenei vonatkozásban a lehető legtöbbet kihozzam az együtteseimből, és hát úgy tűnik, hogy azért az évtizedek során ez sikerrel járt, és elég szép eredményeket elértünk
ez bizonyos maximalizmus nélkül nem működne. 1981 óta vezeti a Madrigál kórust. Hogy találtak egymásra? Lányi Péter kollégám volt a Pécsi Tanárképző Főiskolán, akkor már körülbelül 5 éve együtt tanítottunk, sőt, több közös produkciónk is volt. Péter pontosan tudta, hogy kit ajánl a Madrigál kórusnak akkor, amikor a korábbi karnaggyal való együttműködés nehézségekbe ütközött, és 81 tavaszán fölkeresett engem az akkori fenntartó, a kórus elnöke, és Lányi Péter meglátogattak Pécsett, és fölkínálták ezt a lehetőséget. Rögtön igen mondott? Hát kijöttem, és körülnéztem, és próbálkoztunk, és természetesen az első pillanatban nyilvánvalóvá vált az, hogy melyek azok a dolgok, amiken akár rövid távon is tudunk segíteni, és melyek azok, amelyeknek a megoldása az évekre, hát évtizedre volt szükség. Ma már a kódus olyan, mint amilyet szeretett volna? Vagy soha nincs egy kódus olyan állapotban, ahogy ezt egy karnagy szeretné? Soha nincs. Persze, persze. Hát az a végkezdete, hogyha ha az ember úgy érzi, hogy elérte azt a célt, hát akkor következő próbára mérjönjenek el, hogyha már minden a helyére kerül. Nem, hát ez egy állandó küzdelem. Néha az embernek önmagával, néha a kórussal, néha az idővel, a kottával, a nyelvvel, és a többi, és a többi. Volt úgy, hogy visszább kellett venni az elképzelésekből, mert a kórus nem tartott még ott, ahol ön? Hát... nem emlékszem igazából olyan dologra. Biztos volt olyan, hogy egy darabról beláttam, hogy... De és ez nem is biztos, hogy a kóruson múlott, hanem időnként az ember belátja, hogy ebben a műben többet látott bele, mint amennyit sikerült kihozni belőle. És akkor én azt mondtam, hogy én nem vagyok alkalmas arra, hogy azt, amit elképzeltem, azt végrehajtsam. Nyugodtan mondhatom, persze voltak nehézségek, voltak problémák, de a kóruson igazából soha nem múlott. Inkább rajtam múlott, hogy úgy éreztem, hogy hát ezt a művet most nem tudom megcsinálni, és nem a kórus képességein múlik az, hogy nem tudom megcsinálni, hanem nem tudom, nem találtam meg az utat hozzá. Érdekes módon ez inkább talán a régi zenékben fordult elő, hogy túl nehéznek, túl bonyolultnak, túl... körmönfontnak tűnt ahhoz, hogy hála Istennek elmondhatom azt, hogy a legnagyobb felfedezéseim volt jó néhány. Hála Istennek Európa számos fesztiválján, versenyén sikerült felhívnom a figyelmet olyan művekre, 100-150-300 éves művekre, amelyek ott porosodnak a könyvtárak polcain. Senki nem nyúl hozzá, csak azért, mert talán nem ismert a szerző, talán nem ismert a stílus, talán nem ismert a mű. Nem is tudom, hogy miért, de zseniális darabok. És erre a növendékeimet is sikerül rádöbbenteni, hogy mennyi minden kiváló
mű van az irodalomban. Milyen óriási, milyen hihetetlenül nagy az a, az a kórus repertoár, ami ismeretlen sajnos a közönség előtt, a karnagyok előtt, a kórusok előtt. Koncepció a nevezzük művészetében az, hogy, hogy keresi ezeket a műveket, és megpróbálja újra valahogy életet lehelni beléjük? Hát hogyne, ez a dolgom, és én úgy gondolom, hogy mindenkinek ez, lehet, ez lenne a feladata. Soha nem értettem meg azokat, akik olyan műveket játszanak, énekelnek, vezényelnek, csinálnak, amit előttük már 30-40-50-100 ezer alkalommal megszólaltattak. Ez egy biztonsági játék. Igen, és csak olyat mernek elővenni, amit másoktól hallottak, és általában úgy bővítik a repertoárukat, hogy amit innen, onnan, amonnan fölszednek, azt, azt megcsinálják, de arra nagyon kevesen veszik a fáradtságot, hogy maguk elé tegyék a kottát, és addig olvassák, amíg olyan benyomásokat nem szereznek róla, amit, amit azelőtt soha. Ez egy belső biztonság kérdése? Szakmai biztonságé, tudásé, önbizalomé, hogy valaki merjen ilyet tenni? Hogy meg nem, kell... ez kíváncsiság, ez valami, valami az emberben meglévő, én úgy gondolom, hogy vele született kíváncsiság, hogy, hogy biztos nem igaz, de nem tudok annélkül lefeküdni, hogy, hogy elő ne venném a gépemet és megkeresnék. Hát az internet ebből a szempontból egy áldás. Millió művet lehet találni, jobbnál jobbakat. Persze elsősorban a 19. század végéig bezárólag, mert ami azután keletkezett, az, azt nem onnan szedem, azt, azt másképp kutatom föl. Egy kicsit a szerencse is rájátszik az ember kezére, hogy amikor az első francia versenyről jöttünk vissza, és megálltunk Párizsba, akkor az első utam a Madeleine katedrális mellett lévő Salaberry és Durand kiadónak a boltjába vezetett, és egy csomó olyan kottát szedtem össze, amit az elmúlt 30-40 évben megcsináltam, és mindenütt. Még a franciák is döbbenten tapasztalták, hogy hát jé, ilyen dolgok ilyen vannak. Van három kórus az életében, akivel majd három évtizede együtt dolgozik. Mi ragasztja oda egy zenekarhoz, együtteshez? Hát majdnem azt mondom, hogy a kérdés inkább úgy vetődik föl bennem, hogy mi ragasztja őket hozzám. Mi ragasztja az együtteshez? Azt nem tudom, erre nem tudok én választ adni, de de az, hogy, hogy mindig van feladat, hogy, hogy mindig találok újabb dolgokat, hogy, hogy a szobám tele van olyan kottákkal, amiket még nem tudtam megcsinálni, mert talán nem is, mert egy nagy részükre nem is maradt már időm. És sajnálom az időt arra, hogy olyan dolgokat csináljak, amit már egyszer megcsináltam. Bár időről időre előszedem abban a hitben, hogy hát talán mégis meg tudom jobban csinálni, mint 3-4-5 évvel ezelőtt sikerült. Talán emlékszik annyira a kórus, hogy most nem ott kell elkezdenem, ahol annak idején. Talán előrébb tudunk lépni, talán mélyebb dolgokat tudok elhitetni velük a művek kapcsán, de minden esetre
túl rövid az élet ahhoz, hogy olyan dolgokat csináljunk, amit az ember minden kórus koncerten hall. Próbál egy olyan aurát teremteni maga is az együttes köré, amiben mindenki alkotó tevékenységet tud folytatni, és ami egyben tartja a csapatot és a vezetőjét? Az borzasztó fontos, és hát tulajdonképpen igazából ennek köszönhető az, hogy nekem egyik kórusom kisebb létszámú, mint a másik. A szekszárdi kórus is, hogyha a Madrigál kórus 20-25 taggal működik általában, a pécsi szkóla is 20-25 taggal, a Székesegyház-Palesztrina kórusa az jó, hogyha 15-en összejövünk egy mise alkalmával, de inkább 12 körül működik, és tulajdonképpen ezzel a 12 fővel dacára annak, hogy alig-alig van közöttük idézőjelben hivatásos muzsikus, nem hivatásos természetesen egyik se, zenetanár van közöttük valóban, de a totál amatőrök azok ugyanolyan jól alkalmazkodnak és olvasnak ott, tehát mint a hivatásosok néha még valamivel jobban, de hát ez köztünk marad. Szóval igen, ezek, ja, hogy azért ilyen kevés, mert azért ahhoz kell egy nagyfokú elkötelezettség, hogy ne abból álljon a próba, hogy én beülök, és akkor amit 20 éve énekelünk egyfolytában, azt most elénekeljük 21. évben is, hanem minden évben valami újat, minden koncerten valami újat. Ez borzasztó nehéz tulajdonképpen megcsinálni egy amatőr együttessel, mert ugye egy profi együttes megtanul egy repertoárt, és akkor azzal végigutazza Európát, és eljátsza estéről estére ugyanazokat, és azért minden nap tartanak egy próbát a koncert előtt, amikor azokat a hibákat kijavítják. Nálunk erre nincs lehetőség. Mi éveken keresztül csináltuk azt, hogy a Bonyhádi Evangélikus Templomban elénekeltünk három Bach kantátát, és a következő évben a következő három Bach kantátát, és akkor... És akkor az úgy rendben volt. Hát igyekeztünk úgy csinálni, hogy az rendben legyen, de nem volt lehetőségünk arra, hogy még egyszer előadjuk azt a repertoárt, és még egyszer meg. Azt írják önről, hogy a szekszárdi komoly zenei kultúra egyik apostola. Hát nem tudom, hogy ki írja, biztos valaki nagyon aranyos, de jó lenne, hogyha ezt Szekszár városában is tudnák. Mert be vagyunk skatujázva abba, hogy kiemelt együttes, Szekszárdon minden kórus kiemelt együttes, meg nem tudom, hogy azon kívül még hány kiemelt együttes van, de szerintem rengeteg. Ami azt jelenti, hogy semmi, mint hogyha észre se vennék azt a sziszifuszi munkát, amit ma hónap 40 éve ebben a városban művelünk, és amit azért egész Európában, ezt nyugodt szívvel mondhatom, ismernek és elismernek, és hogyha a szekszárdi kórus benevez egy olyan versenyre, ahol igen-igen komolyan megszűrik
a résztvevőket, mert nagyon kevés olyan verseny van ma már, vagy fesztivál Európában, ahol az ott tartózkodás teljes költségét a rendezők fedezik, akkor a szexádi kórust elfogadják. Azért ez valamit jelent. Ennek igazából idehaza nyugodtan mondhatom, hogy semmiféle nyomát nem tapasztaljuk. Ez szexádi specialitás, vagy Magyarországon általában ez a kódus mozgalmakkal, vagy a nagy kódusokkal szemben az elintézésével? Hát azért ez szexádi specialitás. Azért más városokban vannak olyan együttesek, amelyekről tudják azt, hogy hát olyan minőségű munkát végeznek, amelyek tényleg megérdemlik a kiemelést. Szexádon nincs kiemelés. Nem tudom, hogy ki emel ki, nem tudom, hogy minek alapján emel ki, de azt tudom, hogy ha mindenkit kiemelnek, akkor nincs kiemelés. Mit szeretne még elérni a Madrigállal? Nyugodt körülmények között folytatni azt a munkát, amit 1981-ben elkezdtem. Hát ehhez én nagyon sok sikert kívánok. Jó Ágyvaril, köszönöm, hogy eljött a stúdióba. Köszönöm. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmet. Viszontlátásra.